Egyrészt nézem azt, hogy milyen témáról szól, tehát lehetőleg olyan téma legyen, ami valamennyire érdekes lehet a gyerekeknek. Törekszem arra, hogy lehetőleg változatos legyen a képi világ, hogy lássanak olyan dolgokat, amiket biztosan nem láthatnak a neten, a tévébe, hogyha csak úgy elkezdenének animációs filmeket nézni. Az animáció az, ahol mindent lehet. A fikciós film, az élőszereplős film, az mégiscsak négy lábbal áll a realitások talaján, tehát ahhoz Fellininek kell lenni, vagy Greenawaynek, hogy úgy stilizálj, vagy egy Antonioninak, hogy egy olyan stílus találj ki, hogy elfelejtsük, hogy benne vagyunk a rögvalóságban. Na, az animáció, ez nem igazi. De akár ezt is választhatja. I came first time in 2016 for the workshop because I didn't study animation, I didn't study in any art school, so I was looking for workshops that I can learn something, and I found Prima Anima. I came here, and since 2016 I think I'm coming every year, at the beginning like many years just for workshops. Last year I have been here with my movie, and this year it's like I have different tasks. Én ezt csak úgy a szabadidőmben, a munkanélküliségem gyönyörű napjain készítettem ezt a filmet, ilyen pár hónap leforgása alatt. Az egész eléggé ilyen ad hoc módon csak így jött, ami jött. Ilyet szerintem bárki tud csinálni. Én mindennevű vagyok, tehát én az animáció gyerekkorom óta nagyon szeretem, aztán a gyerekeimmel. Most a Momira járok animációra, és azért jöttem, mert vetítik a Panoráma programban a vizsgafilmemet, amit az IGS-ben csináltam. Látszik, hogy Momis vagy. Úristen, ne mondd már!